Egy új korszak indul a műcsarnok életében, és ebben az új korszakban egymást követik évente a különféle nemzeti szalonok. A nemzeti szalonoknak Magyarországon is komoly múltja van. A legfurcsább korszakokban is más néven, például tavaszi tárlat néven megvoltak ezek a képzőművészeti nemzeti szalonok, és néha volt építészeti szalon is. Minden szalonoknak az őse az a párizsi 18. századi luxus szalon, a Madame Pompadour és vidéke, amiből aztán az első nyitott, a köznek megnyitott múzeumok is megformálódtak, és ezek közül talán a legismertebb szalon sorozat az a párizsi szalon, meg a hozzátartozó elutasítottak szalonja, amiből tulajdonképpen az ő vitájukból, az elutasítottak és a kedvezményezettek vitáiból kikerekedett az új 20. századi látásmód, és megszületett akkor először Gúny néven, de ma meglehetősen nagy tiszteletnek örvendő impresszionista festészet. Az a fajta párbeszéd, amit így most visszavetítek a 19. század harmadára, amikor ez a bizonyos párizsi festészeti szalon mintát adott a jelennek, akkor tulajdonképpen az a hol indulatos, hol termékeny párbeszéd, amiből az indulatos már megvan itt nálunk az építészet terepén, abból egy termékeny párbeszéd lesz. Két célja van, két kurátori célt tűztem magam elé. Az egyik, az mindenképpen a nagy közönség felé megrendezett kiállításban mutatkozik, márpedig ez arról szól, hogy ellentétben a mindennapi gyakorlattal és sajtóban is megjelenő kommunikációval az építészet az nem elsősorban az anyagok és a pályázatok és a, mondjuk úgy, hogy az építési panamáknak a jelentéstartalma, hanem az építészet egy szellemi kulturális tartalom, ami nem mellesleg vizuális mi voltában a néző gyönyörködteti. 3000 négyzetméteres majdnem a műcsarnok, rendkívüli léptékű a kiállítás, soha ilyen nem volt még Magyarországon. Ezt érdemes olyan anyaggal megtölteni, ami a legszélesebb közönséget nyárra, a külföldi közönséget is képes megszólítani, és ráébreszteni arra, hogy azok a kiállított építészeti fotók, kevés építészeti rajz, épp a közérhetőség révén számos videó, sok makett és itt-ott különleges műfajú kellékek, azok azt mutatják meg, azt az élményt idézik föl, amit az egyszerű ember a mindennapi életében, a településén, az utcán vagy az utazásaiban építészetként megél és rácsodálkozik, ez az építészet gyönyörű. Azt szeretném, ha ezt idézné föl a kiállítás. És ahhoz, hogy ez sikerüljön, elsődleges fontossága van az építészeti fotónak. A forma, hogy valamilyen módon a műcsarnok meglehetősen nagy léptékű termeivel ne kerüljön összeütkezésben, egy különleges paravánrendszer, aminek ilyen házformái vannak, és erősen korlátozza ez a paravánrendszer, hogy egyes épületek, esetleg méretük, vagy rendkívüli kommunikációk révén többletteret nyerjenek, szóval valamilyen rendet teremt, és ugyanakkor arra sarkaltam az építészeket, hogy a három oldalfalhoz képest a rajzasztalon, a vízszintes felületen viszont csináljanak valami olyat, ami közvetíti azt, hogy az építészet kreatív, hogy itt a 100% kreativitásnak a döntő, az individuális részét, ami egyszerre képes a korszellemet is közvetíteni, és ugyanakkor azt a különleges valamit, ami azt az alkotót vagy alkotó csapatot jellemzi, azt egyszerre az, amit ők berendeznek, az fogja hordozni. Tehát körülbelül az a rendszer fut 5-6 teremben, hogy utcákba lehet a főutcából betérni, kacskaringózni lehet, meg lehet állni, meg lehet hallgatni a videókhoz kapcsolt fülhallgatókat, el lehet olvasni azokat a kis szövegeket, amiket
egy-egy ház alkotójától kértünk. Úgy gondolom, hogy talán magyarázatra szorul az, hogy milyen ez a paravánrendszer. Kétféle ház van, az egyik ház nyeregtetős, mondjuk úgy, hogy amit a gyerekrajzokban látunk, a ház archetípusaként egy olyan fajta archaikus, vagy ha tetszik, rurális forma, a másik pedig egy nevezzük lapos tetős formának. Ez a két szimbólum mentén jelentősen megosztja ez a két szimbólum a magyar építészetet jó pár évtizede. Azt szeretném elérni, és itt térek vissza, hogy mi a kiállítás másodlagos célja, hogy ugyan a nagy közönségnek szól, de mégis egy szakmai korrektsággal az építészet teljességére és annak bemutatására törekszik, induljon meg a szakmában egy olyan párbeszéd, ami előfeltétele annak, hogy olyan sikeres korszakváltás történjen, mint amit utaltam a 19. századi impresszionizmusra és az élő bolygóra, hogy itt van valami fajta átjárás, hogy úgy, ahogy eddig ment a világ túlépítése, úgy ez a továbbiakban nem megy. Keressük azt, hogy hogyan lehetne tovább csinálni, és ahhoz azoknak a pólusoknak, akiket megjelenít ez a két háztípus, egymással kommunikálni és eszmét cserélni szükséges. Nagyon fontos, hogy az építészet megismerje a másik póluson alkotót és felmérje, hogy az érték az érték, az építészet építészet. Akkor is, ha máshogy gondolja, a kreativitás változatossága gyönyörködtet.